Sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Szokásosan mondanám, hogy újra itt, úgyhogy akkor újra itt. A mai napon elvileg az volt a mai napra az volt elvileg a terv, hogy megnézzük a Grand Tour-nak a harmadik szakaszát. Persze Group Ride-ban. Viszont így napközben beszélgettem itt a többiekkel, és voltam olyan hülye, ugye engedtem magam abba belerángatni, hogy a versenyen induljak. Úgyhogy megnézzük, hogy milyen lesz a verseny. Többek között ugye azért is, mert azért jó volt több a résztvevő, azért izgalmasabb, mint az, hogy egyedül tekerek a végeláthatatlan összeségbe. Ugye maga a verseny az 19 órakor kezdődik, 50 km, 500 szinten. Húsok elment az elejezen fűzök hozzá, mert az előző napi megborulásokból. De gyakorlatilag már akkor én boldog leszek, hogy nem fognak lekötözni. De ez lesz az elsődleges cél. Bőrbe feszik, és én lehet, hogy kicsit viccel veszek. Talán egyszerűbb lesz így menni. Nem kiderül. Szekund. 50%-ra visszaveszem. Megnézzük, hogy úgy milyen vele menni. Nem marad a régivel, csatát látjuk majd. Addig itt Yorkshire-ben elpróbálszolunk, amíg kezdődik. Ezt képezel megint megadta magát. Ugye, tegnapi nap után nem igazán éreztem úgy ugye, majd a folyamán, hogy egyetlen föl akarok ülni a kerékpárra és tolni még egy szakaszt. De aztán így estére kezdett megjönni az erő meg a motiváció, úgyhogy mondtam rá, hogy akkor miért is ne. Most az lesz, hogy a hátsó sorból közvetítem az egészet. Közvetítem az eseményeket, amik ott elő történnek. Ugye tegnap is néztük már, hogy lehet olyat csinálni. Ugye csoportban résztvevőkre rákattintunk, és akkor őket nézzük. Ugye. Lehet, hogy ma is fogunk ilyeneket nézni. Közben itt maga a telefonos applikációt nézem, mert teljesen baromságokat képes kiírni. Többek között, hogy a 13-as pózison van. Aha. Téli álmodolva éves mérdőnek esetleg. Köszi a rádot! 10 perc múlva kezdünk.
5 perc múlva átugrunk az évente. Addig mondanám azt, hogy szabad foglalkozás. Ezt a rohanás dolgot annyi megcsinálhattuk, mint hogy most tanultunk belőle, legalábbis én biztos. Olyan szokásos jövő zene, mert köszi a rádot! Elhúzom magam. Akkor menjünk át a eventre.
Nem mondanám, hogy nagyon nyugodt vagyok. Na hát majd meglátjuk, hogy mire lesz jó. Egy kis társaságot kezd összegyűlni. Milyen kerékpárral vonunk, azt nézzük már meg. Aha, jó, teljesen jó. Jó lesz már is. Üzemnégyebben vagyunk. Jóval népesebb csapat, mint az előző kettőnél. Közben itt állítottam egy kicsit a mikrofonon, tegnaphoz képest is, még most is. Nem igazán úgy akar szólni, ahogy én ezt szeretném. Eddig 19-en vagyunk. Vagy 25 a sítán, nem tudom. Nem tudom, ez egy ismeret, egy 19, akkor beleszámolja az egy ismerőst. De elvégre, mert tök mindegy. Tíz másodperc és kezdünk. Őket becsatolni.
Veszi a felnyilatkozást. Kicsit visszabesünk a mezőnyben, hogy legyen szélárnyékunk. Ne kelljen menni ki mennek. Eddig egész jól megtűnik a dolog. De azért csak az a 47 km, ami hátra van. Nem rohanunk. Nem fogunk az mezőn, egész mezőn húzni. Vannak itt ismerős menek. Itt ugye a Ziftről is menek. Ráváról is menek.
kezdik szórni a népet. Na, ez a csoport elment. Rendesen szétvitték itt a mezőnyt ezen a hullámos úton. Köszi a rájdot! Persze, még sprint is. Jó, menjen, nem érünk. Mögöttünk 14-re jön egy csapat, ketten. Utána meg 1.33-ra. Jön egy kicsit pihenni valahogy. Tudom, el se kezdtük, de akkor is.
Köszi a követést! Üdv a mezőnyben! Most kéne visszamenni a pulvist valahogy. Mondjuk 170 környékére. De lehet, hogy utána menjenek el mellettem. Ugye pont rád mezőn. Köszi a rájdot! Hello, Zabi, szia! Most éppen egy versenyen vagyunk. Nem zavarsz, csak itt válaszolni nem tudok majd. Hát akkor jól találjátok a bacsihoz. Jó, ott vacsizom. Csak úgy irigykedjek. Akkor irigykedek. Egy kicsit elvisztem a mai nappal kaja szempontjából. Teljesen magyar mezőn, teljesen magyar versenykiírással. Ez egy 8 szakaszos verseny. Most vagyunk a harmadik szakaszán. Én meg a halálomon mindjárt. Még 39 km hátra van.
embertelen, amit mennek, komolyan. Hát érsem, nem megdöbleni. Bár az azért hozzá a nézettsége szerintem. Csak kár, hogy ezt egyszerre csak előadni. Menjenek ők is. Jön még magadom. 1.52 meg 1.53 egy páros. Szóval azt köszönöm mondani, hogy most már tudok beszélni valamennyire. Ugye? Olyan szempontjából egyszerűtem egy kicsit a mai napot. Konkrétan éhesen ültem fel a kerékpárra. Ez így meg azért nem annyira rupolyan. Előttem lévők se húztak még el annyira. 4 másodperc. 5. Hát ez már elment. Köszi. Jó, te a nagy képernyőre dobsz ki. Engem meg mindjárt a mezőnyből dobnak ki. Jó kis kedvesti program. Az idegesítő, hogy ott van a kerültem 5 másodpercre. Látom, és nem tudok felugrani. Jaj, azt én is néztem, de esélyem nem lett volna arra becsatlakozni. Köszi a ride-ot!
Ennyiben nem tudok rájuk ugrani. Sokkal egyszerűbb menni utána. Nem ilyen három vatta ki menne, mint a baland. Most lehet, hogy bevárnak, jó fej. Na, ez itt tök jó volt. Ha már ennyi vagytok cseten, egy hangcsekket szeretnék visszakérni. Jó-e minden, mikrofon, zene, stb. Halálhörgésemet nem kell figyelembe venni. Akkor nekem ezt az itt reszeltek.
Annál sok. Köszi a rágyom. Ah, szép, 2-16. Na, nézzünk rá erről a menőkre. Na, tök jól erről vannak. Együtt. Na, szép, hárman. Egy négyen, egy, kettő, három, négyen. Jó, de hát ez olyan tempó, hogy még értelmezni sem tudok, ha majd megtartani. Lesünk a középmezőnybe. Ők is tök jól együtt. Akik az előbb mentem, ők is most kicsit szétszakadtak. 1-12, meg 1-2. Kicsit bekerültünk egy ilyen légüres térbe.
Szerintem, hogy ilyenkor mi a jó taktika, hogy beállni a mögöttem lévőket. Aztán meg onnan is kiszakadni, és akkor még nagyobbat vesztek. Vagy menni, ameddig tudok. Vagy utolérnek, vagy nem. Most már két percre vagyok előttük. Még 30 km hátra van. Mondjuk az 50-ből. Veszi a ride-ot. Mennyi csöptök? Aha, megborultak, jó van. Érdekes. Épp mennek az élen. Igen, valami a teléjük sorol. Annyi egy. Köszi a feliratkozást, üdv a mezőnyben! Az 7-0, hogy erre a sprinten nem megyek le.
időmérőm az kicsit megbolondult. Na se baj. Köszi a ride-ot. Köszi a ride-ot. A kör végét már látom. Lassan a fényvet a lagút végen. Nem tudom, hogy miért dudál. Meg sípol. Első kör megvan. És még egy ebből, hogy jó volik. Megvettem olyan 23-5-nél, vannak ketten. Őket lehet, hogy bevárjuk. Akkor menjünk együtt hárman. Meg sem értem, hogy egyedül itt küzdök a légüves térben. Aztán maximum állva hagynak. Bevárás az persze nem az, hogy most nullára megállok, hanem jó, a kisebb tempót megyek. Úrvisomnak nem állt, addig pihenek. Nevezzük pihenésnek. Nekem úgy sincsen tétje a versenynek, nem megyek időre. Legalább társaság lesz.
Hát most ők is visszavettek, aha. Nézzük meg, hol vannak. Hát most jönnek be. Hol van az eleje? A hárman vannak együtt. A kettem mögött a 7 másodperc a következő. Vagy megpróbálok a befutóra visszakattintani. Ez... az érdekes lesz majd. Ez egy csoport. Mennyien vannak? 1, 2, 3. Hát itt ötem nagyon szépen együtt. Aztán még ketten légres térben. Utána meg ez a kéne. Mögöttem, illetve másodpercről jön a ketten. De most őket várjuk be. Azt mondom, hogy a Ildikó is rájuk csatlakozott. Akkor már háromra vannak, az tök jó. Na, az előbb még egy-öt volt. Ez csúnya váltás volt. Első körbe itt ezen a hullámvasúton kapták szépen ezt a mezőnyt. Ott nagyon nem bolmak. Köszi a ride-ot! Köszi a ride-on! Köszi a ride-ot! Seggemet hát szétültem. Szolgálati közleményünket hallották. Előző körben itt volt nagyon nagy menés.
Jó szét is kapták a mezőnyt, úgyhogy ez abban a hiba nem volt taktikailag. Hiba, ez abszolút volt, hogy nem bírtam. Köszi a ride-ot! Mennyire megtök mögöttem. Persze, 4%-on kell megállni nyújtani.
Csak 18,9 km van hátra. Nézzük, eléggé elfáradtam. Többiek. Aha, szétszakadt az eleje. Eddig hárman mentek együtt. Ők itt vannak kettőn. Megvettük 2 percre. Megint egy páros. Utána itt valaki légüres térben. Nézzük meg az erőt is. De jó, neki már lefelé megy. Hát tök jól összedolgoznak. De fél percen megint ketten vannak mindettük. Utána meg ilyen nagyon darabokban elszórtam egy-egy versenyző. Hát szóval sikerült ellazulnom, hogy mindjárt utolérnek. Akkor lehet, hogy tudunk hárman menni a célig. Köszi a Rygont! Most tényleg lejtő van. Ez kicsit hűvös is lenne.
A srácok? Jöttök? Nézzük meg Ildikot és Voltert. Ah, én ugye várom. Most kezdjön mászás mindjárt. Hajrá, hajrá! Ezt a Dino Parkot már tegnap is láttuk. Ma is megnézzük. Na, csak 9 másodpercre vannak, úgyhogy annyira össze tudunk állni. És remélem nem az egyszer, hogy valami retteltes tempóba elvágnak mellettem. Látunk már erre is példát. De várok, várok, várok. Olyan tempóval durrantottak el mellettem, hogy esélyem nem volt rájuk állni. Ezt a bevárást egy kicsit rosszul indítottam. Aha, már itt vannak mögöttem, 30 méterre. Még ebben hárommal jönnek, az fájni fog. Jöttök.
Nahaj. Egy az utolsó 13 km talán könnyebb lesz így velük. Egyrészt szélárnyék miatt is. Másrészt így ez a társaság. Nem lesz annyira unalmas, meg vége láthatatlan. Elejére ránézek. Jól vannak. Na, Gergely tartja ezt a 22 másodpercet. Mögött ugye 22-re vannak ketten. Majd jön 5 km. 4-nél visszanézünk rá. Olyan 40-nél, szóljatok, ne felejtsük el. Oké, nem rendelünk, kezdtem. Nem is baj. Nézzük az elejét.
Ez szerintem behúzza. Köszi a rájdont! Azért 50 km alatt majd 10 km-t kaptunk ugye elejétől. Na, pont visszaérünk a behépő futójára. Ez tiszta ügy. Jó, megvan neki. Gondolunk a többiekre. Na, volt egy sprint. Na jó, az elejébe ért. Neki még van 2 percük. Nagyon szép nyugodtan beegerítsük magunkat, mert 8 km van hátra. Van még egy, hát előző körben egy 4 perces emelkedő volt. Ott szembe kezdődik. Itt azért már legszívesebben leszállnék és feltolnám.
Csak szuszog. Ez a lényeg. Ezt tudjuk. Kiszólnak innen is. Köszi a rájdot! Hát jó, kiszortak. Nem baj. Kell itt az a kis pihenő. Bejöttünk a végére, sprintelnek. Ez meg lesz Barberának. Jó van. Grat, jó volt. Engem megkiszoltak, mint a lencsét. Köszi a rágyat!
Köszi a rájdot! Ez a bajom, hogy már csak ilyen erő morzsáim vannak. Bedobom. Fél, egy percig tart. Itt van a vége is. Úgyhogy ők elől ketten elmennek. Én meg beérek valahogy. Szóval is előtetjük már. Csak beérjük őket. Köszi a rájdot! Elhagyjuk! Mennék még előre, de nem bírom. Rövid, most jön a sprint. Rámennek. Nézzük. És sokat látunk belőle, köszi! Ha.
Azért van ott Minecraft. Mondjuk a befutójukra visszatérünk. Ez egy gani ez az emelkedő a végén. Na már is elhúzták 18 másodpercre. Nézzük, hol vagytok. Hát maradunk a végeig, megnézzük őket. Nesprint. Ez szerintem ez. Meg még volt benne kraft rendesen. Jövös még. Gyuri van hátul. Itt azért még. Na és most Gyuri nem indul. Az az. 10-12. Na, jó, szép volt. És még mindig tolja, még mindig tolja. Na, én még most nem fogok előadni.
Örök, hogy beérek. Azt. Hát az első helyzettől 19 percet kaptunk. Nem baj. De legalább tűnjétük. Tehát mindegy, hol megyünk. Maradjunk itt, úgysem megyünk már sehova. Na, akkor a mai tekerés az ennyi volt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Azért ez a verseny ez teljesen más kategória, mint a group ride-on, hogy az ember is elszöszölget. Ez a komoly fájdalom is kezdenek minden végére. Holnap biztos, hogy nem lesz adás, mert este más dolgom lesz, és nem tudok jönni. De szerdán ugyanígy este 7-től lesz egy bejelentkezés. Szerintem megjön a versenyben nyomó vége a szakaszt. Aztán elhozzuk az utolsó helyet. De legalább itt vagyunk és csináljuk, meg nyomjuk. Na, egy end ride. Igen, az elején lehet látni, hogy belekezdtünk rendesen. Itt szakadtam le körülbelül a többiekről. Ezt legyen tőleg ilyen saját tempóban meg éppen ahogy tudtam menni. Hát kormányt ezt még most sem tudtuk használni. Ez is Hungary Club. Az. Na, akkor köszönöm szépen, Gerc, hogy itt hozzatok. Remélem tetszett. Hogyha szeretnétek a további adásokat is nézni, akkor bökjétek rá a követés gombra, és akkor kapjátok az értesítést, amikor kezdünk. Akkor mondom még egyszer, hogy holnap nem lesz adás, hanem legközelebb szerdán. Ugyanígy 18.30-18.45 közötti kezdéssel, és akkor a Grand Tour-nak a negyedik szakaszát nyomjuk végig versenyben. Akkor jó pihenést, jó szórakozás az esti streamekhez, és egy kicsit maradjatok még, mert akkor átpasszolok titeket a Vikinghez, ha éppen adásban van, szerintem adásban van. Na, sziasztok!
Gracias.